idegesítem őket ezekkel a zenékkel. Aztán aki elkészült, az már felmegy. A szomszédban rengeteg kóborcita szokott venni, és ilyen citamániás vagyok, én is mindig hozok neki kenni. Na már ez a futás! Csak én csinálom rendesen, köszönöm, igen. Így korán reggel megéri felkelni miattuk. Tehát így nem tudom, így nem tudok egy dolgot kiemelni, hanem így összességében ez a légkör, ez a társaság, ezt így nagyon szeretem. Követő mehet fedezékre! Fedezékre! Jó, megvan? Tehát egy ütés, egy rugás, két ütés. Yes. Én azt gondolom, hogy én is nagyon egy szinten kezelem őket, tehát hogy nem gondolom azt, hogy én felettük állnék. És azt gondolom, hogy ettől ilyen jó ez a közösség is, illetve ettől olyan jók az edzések is. Terünk, küldjed a combokat! Nyányám! Iszonyat nagy szíve van, itt teljesen emberszámba vesz minket, mindig az igényeinkhez igazítja ez edzést. Jó kisugárzása van, nekünk ő egy úttörő, úgyhogy követjük. A kickboxok végül is úgy jött, hogy én már korábban is sportoltam, és elszakadt a keresztalagom, úgyhogy elkezdtem boxolni. De a boxban már nem értem el olyan eredményeket, amiket szerettem volna, és ahogy a Vásony Feri ide hívott a terembe, úgy elkezdett, ő azt mondta, hogy próbáljuk meg. Tehát nekem korábban amúgy azt mondták, mert én már tettem egy kísérletet arra, hogy menne. Azt mondták, hogy el se kezdjem, mert nem fog nekem el sikerülni. A Vásony Feri nem így gondolta, úgyhogy ő elkezdett tanítgatni, és végül is az ő hatására, hogyha mondhatjuk így, kezdődött el ez az egész kickbox. Ez nekem annyira ilyen összetett, és annyira szeretem, hogy ennyire kell koncentrálni, hogy igazából emellett ragadtam le. Ami ilyen nagyon nagy kihívás lehet, az szerintem a mérkőzéseken, az, hogy olyan teljesítményt tudjak nyújtani, mint amit edzésem. Meccshelyzetben ugye ott egy ilyen ismeretlen ellenfél van, és az nem feltétlenül szokott kijönni az a forma, mint ami edzésen. Tehát, hogy mindennek így együtt. Tehát az, hogy ne stresszeljek, az, hogy le tudjak lazulni, hogy élvezni tudjam a bunyót, illetve hogy ott legyek, jelen legyek. Ez volt az első világbajnokságom kickboxban. Nagyon jó sorsolást kaptam, és az eredmény is valami hihetetlen lett, ugye a harmadik helyezés. Nagyon boldog voltam, amikor megtudtam 2 éve, hogy a válogatott tagja lehetek. Az valami fantasztikus érzés volt. Ez a meccsem volt nagyon emlékezetes, mert ettől a lánytól pár éve amatőrben kikaptam. És úgy adódott a lehetőség, hogy tavaly novemberben sikerült megint egy meccset összehozni vele, de már profiban és címmeccset, magyar bajnoki címmeccset. Itt viszont mi győztünk, és ezzel ugye sikerült is egy övet elhozni. Vagy ugye amikor bikini modellkedtem, akkor ugye ott is volt olyan, amit versenyt megnyertem. Ezeket az embereket nagyon szeretem. Tehát itt van például Antoine, aki szintén remek bunyós, K1 világbajnok többszörös is. Tesók, ugye róluk is rengeteg kép van amúgy, ők a szívem csücskei, rengeteget köszönhetek nekik. Edzésen kívül ütöttél már meg valaki? Nem, senkit nem ütöttem még meg. Nem is szeretnék amúgy, de kipróbálnám, tehát megnézném amúgy, hogy tudnék egy ilyen helyzetet lereagálni, vagy hogy úgy tudnám-e tartani a kezem. Nem szoktam bevonzani amúgy az ilyen agresszív embereket, tehát én mindig annak a híve vagyok, hogy ez kedvesen, barátságosan meg lehet oldani mindent, aztán hogyha nem, akkor sem gondolom, hogy nekem kéne, mint lány, hanem tudom, hívok valami fiú segítséget.
nénál, ami gondozott vagyok, Marcoliban nőttem fel, és 3 családnál voltam. A 3. családnál voltam már úgymond jó helyen. Az elsőre nem emlékszem, a másodiknál pedig vertek, illetve hát ott voltak olyan történetek, hogy például az anyuka bejött a szobába, és akkor beszélgetett az ő saját vagy szerinti lányával, és mondta, hogy én forduljak el, mert nekem semmi közöm ahhoz, úgyhogy én ott például egy szobában voltam vele. És valószínű, hogy az, hogy én ilyen antiszoc lettem, meg hogy nem annyira akarok kimozdulni, meg hogy meghúzom magam a háttérben, az innen adódik. Azt gondolom, hogyha én a második családomnál maradok, ahol vertek, akkor nem lett volna ilyen ember belőlem. És le kell, hogy foglalja magát az ember. Tehát én amikor elkezdtem sportolni, akkor ott nagyon jó irányba kezdtem el menni, és megmaradtam annál, hogy megyek, és csinálom, és szeretem. És ez a kettő együtt, hogy jó családhoz kerültem, és sportoltam, ez a kettő volt az, ami igazából kisegített. Mivel 33 éves vagyok, így ilyen mondjuk maximum 3-4 évet adok magamnak, mert ugye van egy korhatár is, illetve a fogyasztásokat sem bírom már idegileg olyan nagyon. Jó, az nem a korom miatt van, hanem alapjáraton nehéz nekem a fogyasztás. Hogyha befejeztem, akkor mindenképp szeretnék segíteni embereken, de nem csak állami gondozottaknak, hanem bárkinek, aki úgy érzi, hogy tudom, csak beszélgetni szeretne, vagy elmondani a gondját, baját. Tehát az olyan, engem olyan jó érzéssel tölt el, hogy azt mondják, hogy jaj, de jó volt veled beszélgetni, vagy csak azt mondják, hogy na végre megtanultam ezt a jobb horgot, és ezt neked köszönhetem, vagy valami technikát visszalátok, tehát hogy jó érzés az, hogy segíthetek. És mindenképp ilyesmiben gondolkodom, az biztos.